Károly, a vitéz Erzsike. A jóságos arcú, öreg doktor bácsi megcsóválta a fejét, és dörmögni kezdett. Mutatta a haragosat szörnyen, pedig nem haragudott, amint egyáltalában lehetetlen is haragudni ott, ahol édes gyermekarc üde mosolygása ragyog elő. Igenis, a doktor bácsi mutatta a haragosat, és így zsörtölődött. Na, ez már mégis sok, Hát azért van odakin az az egészséges, friss téli idő, hogy Erzsike idebent üljön a reket levegőjű, meleg szobában. Egy-kettő, föl kell öltöztetni gondosan, és ki kell vinni a levegőre. Hadd csípje a hideg még pirosabbra az ő pufók arcát, és hadd egészségére a mozgás. Úgy, úgy. A szobában való folytonos ülés, a reket, meleg levegő nem gyermeknek való. Az Erzsike mamája, a jó, aranyos kis mama, a doktor bácsi szavai után nyomban előszette a meleg téli ruhát, hogy majd felöltözteti a kis leányt. Erzsike azonban nem igen örült ennek, mert tudta jól, hogy az a gonosz hideg mindjárt neki esik az ő fitos orocskájának, és nem csak hogy pirosra festi, de csípkedi is. Már csak, gondolta magában, kellemesebb a kájha mellett ülni, és olyan ábrázatot csinált, mintha igen közel állt volna a pityergéshez. Látta, észrevette ezt a doktor bácsi, és fordított egyet a dolgon. Odaült Erzsike mellé, és így beszélt hozzá. Odakint van ám csak mulatságos világ. Ahány gyermek van, az mind ott jár az utcán, és úgy iszánkodik, mint annak a rendje. Csúsznak a jégen, gázolnak a hóban, és akkorákat nevetnek, hogy szinte belé az utca. A szomszédék Jóskája, akivel játszani szeret, kint korcsolyázik a ligetben. A Mariska onnan nézi a partról, és tapsol neki, meg nevet rajta, mikor hanyat tesik. Jó, jó, micsoda pompás gyermekmulatság folyik most odakint a jégen. Erzsike, ez a csöpség elnevette magát, és kedvet kapott ahhoz, hogy ő is megnézze a téli játékot, és ő is ott katagjon a parton és a helyet, hogy a kájha mellett a meleg szobában kívánt volna maradni, a helyet, hogy csak ugyan pityeregni kezdett volna, még ő kérte a mamáját, hogy szaporán öltöztesse föl és induljon vele. A mama persze szívesen teljesítette a kívánságát. A lábára jó meleg hariznyát, bélelt cipőt húzott, ráadta a meleg téli ruhát, arra a prémes bélésű bundát, és bekötötte a nyakát, a fejére meg olyan sapkát húzott, amely elfötte még a fülecskéit is. És mikor már a kötött, meleg kesztyű is a kezén volt, megindult vele. Az egészséges, friss levegőt tele tüdővel szívta be, és gyönyörködve nézte azt a ragyogó, fényes, havas világot, amely millió és millió hópehely szikrájából kelt elő. Hosszasan nézte a csúszkáló gyermekeket, meg a hólabdával dobálózó fiúkat, és nagyokat nevetett, mikor látta, hogy egy-egy hógolyó fejbe vagy hátba találta a dobálók egyikét másikát. Észre sem vette a csípős hideget, amely piros rózsákat fakasztott az ő rózsás kis arcán. Később, amint ment-ment, úgy érezte magát, mintha nem is havas, hideg utcákon, hanem a mezőn járna, amelyen tavaszi fuvalom hord illatot el nem fáradva ért ki a mama mellett a ligetbe, s ott alig tudott hova lenni az örömtől, mikor látta a kis és nagy emberek korsolyázását, iszánkodását, és hallotta a tréfás kiabálást, a nevetést, amit egy-egy elesés idézett elő. Annyira jól találta magát a csípős hidegben, amelytől eleinte félt, annyira tetszett neki ez a téli látványosság, hogy alig akart visszafelé, hazafelé indulni, és hogy mégis elinduljon, ugyancsak nógatni kellett a kismamának. Mikor útban voltak, elkezdett esni a hó. A fényes, gyémánt fényű hópelyhek egyike éppen orra hegyére esett, s ő örült, nevetett ennek, odafordulva a mama felé, mutatva piros kis orra hegyén azt a fehér pontot. Kerekre nyitotta két nagy fekete szemét, és úgy nézett, úgy csodált meg mindent, mint aki ebben örömét leli. Az embereket, akik a havat söpörték, a hóházat, amit a birkocsisok emeltek, s amelyeknek üregében asztal volt elhelyezve. Nézte a gyorsan sikló szánokat, a csengős lovakat, meg a fehér hóval belepett embereket. Azt persze egyéb gyönyörűsége mellett észre sem vette, hogy ez a téli séta milyen jól esett neki. Vígabbnak, erősebbnek, egészségesebbnek érezte magát, bezdeg az étvágya is megnőtt. Mikor elérték a házat, amelyben laktak, megállt a kapu előtt, s onnan még egyszer visszanézett a játszó gyermekek felé. Az arca már erősen kivolt csípve a hidegtől, a sipkáján, a ruháján itt-ott látszott a hó otthon persze már várt rá a jó ozsonna, amelynek emberül neki látott, pompás volt minden falat. Midőn jól lakott, és egészen fölmelegedett, oda simult a mamájához, és így szólt. Holnap, meg minden nap menjünk sétálni, kismama. Nagyon tetszett nekem minden, és sokkal jobban éreztem magam, mint azelőtt egész nap itt a szobában. Ugye, megyünk! A doktor bácsi is örül majd, és azt mondja, hogy engedelmes, jó kis leány vagyok. És csak ugyanúgy történt. Ettől a naptól kezdve minden szép nap délutánján sétálni ment Erzsike a kis mamával, amellett, hogy gyönyörűséget talált a téli látványosságokban, egészsége is gyarapodott. Egészen megedződött, és nem volt többé olyan elkényeztetett, meleg szobába szokott kis teremtés, akinek megártott minden. Ő rajta ugyan nem fogott sem toroggik, sem nátha, mert a hideghez hozzá volt edzve. És a doktor bácsi sem csóválta többé a fejét, sem nem dörmögött, mert az erzsikével teljesen meg volt elégedves, örömmel mondta. Igazi vitéz leány, aki a hideg csípésétől nem félti az orrát.